Nagy volt a túljelentkezés az ország második legjobb vidéki gimnáziumába. Bár a koronajárvány miatt a diákok és a szülők az iskoláról nem személyesen, hanem az interneten keresztül tájékozottak, ennek ellenére sok továbbtanuló választotta a Kazincét. Örülünk, ha jó eredményeket érünk el, nyilvánvaló. Most ezt már tartjuk, ezt a szintet már az elmúlt 5 évben. Ugye volt olyan egyszer, hogy mi voltunk a legjobb, aztán többnyire ezt a második helyezést tudjuk tartani, ami azt jelenti, hogy az összesítésben ott vagyunk az első 10-15 iskola között. Itt inkább az a fontos, én azt hiszem Győrben, meg mindenféleképpen ez a fontos, hogy akármilyen rangsorokat nézünk, a győri iskolák többnyire mindenütt elő vannak. Nem csak a két gimnázium, hanem alapvetően a szakiskolák, tehát a szakképzésben résztvevő iskolák is kiemelkedően tudnak teljesíteni, és azt hiszem, hogy ez a megnyugtató a győri lakosoknak, akik be akarják az iskolákba küldeni a gyerekeiket, hogy azért van lehetőség, és sok olyan jó iskola van, ahol a tanulóknak azért a jövőjük elviekben, jelen pillanatban legalábbis úgy látszik, a jövőjük az biztosított. Ennek örülhet azt hiszem Győr. A mi iskolánkban most megvoltak ugye mindenütt a felvételik, szép számmal jelentkeznek, vagy jelentkeztek gyerekek, nyilvánvaló nagyon komoly a túljelentkezés, de azért azt lehet látni, hogy úgy tűnik, hogy mintha egy igen picivel kevesebb lenne a gyerek most ebbe az évbe, majd a legvégén akkor látjuk, amikor az összes jelentkezés befut. Az elmúlt években általában a matek volt a nehezebb, idén azonban a magyar feladatsor fogott ki a diákok többségén. Most a matematika hozta jobb átlagot, a magyar a gyengébbet. Így nehéz megmondani azt, hogy mi lesz most idén majd a megfelelő ponthatár, amivel be lehet kerülni az iskolákba. A lényeg az egy, az a lényeg, hogyha beadják ezeket a papírokat, nézzenek előtte még körül, ez most van, ezen a héten lehet talán még megcsinálni, minden iskolában, hogy hova elég ez a pontszám, amit elértek a tanulók, és ha ez a pontszám az adott iskolában elég vagy megközelíti azt, akkor adják be a jelentkezést, ne egy helyre, sok helyre jelentkezzenek. Lehetőségük van akárhány iskolát beírni, írjanak be olyat is, ahova szeretnének menni, meg azért olyat is írjanak be, ahova reálisan fölveszik a tanulót, mert a legrosszabb az, amikor az ember sehova se veszik fel, és akkor lehet futkározni a fölajánlott helyekért. A Révai Miklós Gimnázium szintén népszerű a régióban, ami nem véletlen, mert az eredmények alapján az ország 5. legjobb vidéki gimnáziuma. Minden évben szerencsénkre bejelentkeznek, mint amennyien felvételt tudnak nyerni. Ez azt is jelenti, hogy nagyon sok tehetséges diák jár a régióba, azt gondolom, és azt is jelenti, hogy nagyon jó céljaik vannak, tanulni szeretnének, többet szeretnének tudni, hogy majdon tényleg olyan állásokba juthassanak, ami nem csak feltétlenül maguknak a keresetében, esetleg az elfoglaltságaikban jelent majd örömöt és jó szerencsét, hanem talán az ország számára is fontos lesz. Ezért aztán azt gondolom, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, válogatni tudunk a gyerekek között, és hát nyilván azoknak van jó esélye, akik azon kívül, hogy rendesen, tisztességesen felkészültek, és az általános iskolában is jó helyeket szereztek, voltak olyan higgadtak, voltak olyan nyugodtak, és meg tudták mutatni azt a felvételen is, hogy mit tudnak. A legtöbb gimnáziumban a nyolcadikosoknak nincs szóbeli felvételi, így van ez a Révaiban is, de a hatodikosokra sok jelentkező miatt még vár egy megmérettetés. Mi a 8. osztályosoknak szóbeli felvételit nem tartunk, a vírus helyzetre vonatkozóan is egyrészt. A 6. osztályosoknál viszont nem tudunk eltekinteni ettől, hiszen nagyon sok jelentkező van egyetlen osztályba, és ott be fogjuk hívni körülbelül az osztály felvehető létszámának a másfél-kétszeresét, és velük fogunk beszélgetni. Nem teljesen ugyanúgy, mint az előző években, hiszen a vírus helyzet miatt itt sem tudjuk egyszerre behívni a gyereket, hanem időpontra fognak érkezni. Nagyon hosszú idő telik el addig, ameddig valaki számára világossá nem válik, hogy felvették vagy nem, hiszen a központi irodára kell bejuttatni a jelentkezési lapok között az, hogy milyen sorrendet határoznak meg a gyerekek. Mi ki fogunk írni március közepén egy ideiglenes felvételi sorrendet, de ebből még nem mindenki fogja pontosan tudni, hogy felvették vagy nem. A végleges felvételi lista csak április végére lesz meg, és ezután van még lehetőség a fellebbezésre is.